17,5 milliárd forintból vásárolta meg a Magyar Villamos Művek tavasszal a Mátray erőművet Mészáros Lőrinc egyik érdekeltségétől. Az erőmű ezzel 25 év után került újra állami tulajdonba. A Mátray erőművet 1995-ben egy német cég vette meg. Mivel a szigorodó környezetvédelmi előírások miatt fejlesztésekre volt szükség, tartalékot képeztek, de aztán 2017-ben az erőművet megvásárolta Mészáros Lőrinc. A felcsúti milliárdos cége 2018-ban az átalakításra félretett pénzből 11,2 milliárd forintos osztalékot fizetett. Majd az akkor már veszteséges erőművet eladta az államnak. A magyar államnak arról volt információja, hogy valakinek el fogja adni a tulajdonos. A kormány számára stratégiai fontosságú volt, hogy az erőmű állami tulajdonban legyen. A miniszterelnökséget vezető miniszter ezzel indokolta a cég megvásárlását. Megkérdeztük Gulyás Gergelyt, hogy 2017-ben, amikor a német tulajdonos árulta az erőművet, miért nem vették meg. Én 2018 óta vagyok a kormány tagja, tehát hogy akkor a kormány mit gondolt, volt-e lehetősége megvenni, a német tulajdonos eladta volna a magyar államnak, ezekkel részletekkel kapcsolatosan akkor ezért a területért felelőst érdemes megkérdezni. Én azt tudom csak mondani, hogy az, hogy az erőmű állami tulajdonban van, az egyértelműen helyes és állami érdek. Szél Bernadett független országgyűlési képviselő szerint a kormány azért vette meg az erőművet, hogy Mészáros Lőrincet kimentse egy rossz üzletből. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy itt olyan költségek várnak a klímaválság korában a következő tulajdonosra, mint az erőmű átalakítása, a rekultiváció költségei, az ott jelenleg dolgozó embereket tesztelő munkahely létesítése, amik mind mutatták nekünk azt, hogy itt mindenképpen egy ilyen omladozó erőművet már a 17,5 milliárdért megvéve csak az adófizető polgárok járhatnak rosszul. Az MSZP szerint a mátrai erőmű akár 75 milliárd forintba is kerülhet az adófizetőknek, mert a vételáron túl kölcsönöket és tőkeemelést is fizettek közpénzből. A kormány ezt vitatja, mert szerintük ezeket az összegeket nem lehet összeadni.